Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nyolcat ütött már az óra, vár a óra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, nyolc óra van. Vasárnap este, két napi nem találkoztunk, ma se fogunk sokáig, egy picit rövidebb órát tartok, vagy tanulást uh, fogok vezetni ma a szokásosnál. Uh, jó estét kívánok, kedves Sára, örülök, hogy itt vagy és már több mint öten vagyunk. Itt van Bakos Sándor is, jó estét kívánok, az oszlopos tagok gyűlnek, jó estét kívánok Ádámnak, szeretetek, köszöntöm Erikát is természetesen, aki remélem, hogy jövő héten iskolaszünet lévén pihenni fog. Jó estét kívánok tímák, a különböző tímeáknak, illetve Zsuzsának, Csabának, Szép estét mindenkinek, több mint 30 a vagyunk, úgyhogy illik elkezdeni. Jó estét kívánok, kedves Máté Lala. Többen kérdeztétek most a hétvége során is, hogy miért nem köszöntelek benneteket személyesen. A helyzet az az, hogy nem mindenkinek a nevét dobja föl a Facebook, azokat tudom csak felolvasni, akinek feldobni, nem értem, nem tudom milyen algoritmus alapján működik, úgyhogy, úgyhogy, ez, ez sajnos nem tudok mit tenni ellene. Aztán persze, amikor belemerülök már a beszélgetésbe, akkor már nem is annyira figyelem a, a, itt a, 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 feljövő üzeneteket. Jó estét kívánok Károlynak, Ágnesnek, Zsülinek, jó estét kívánok kedves Györfi Laci barátomnak, itt van Mónika, Dorottya, jó estét kívánok természetesen Laci, Lohár Laci barátomnak, akit nagyon régen láttam, már remélem jól van, itt van Tamás is. Jó estét kívánok! Két kérdés is érkezett, kezdjük mindjárt ezzel. Az egyik, szondja, kedves Rabbi, az lenne a kérdésem, hogy ha valaki zsidó és zsinagógába jár, megtartja az ünnepeket, de közben másik gyülekezetbe is jár, az elfogadható-e? Azért furcsa nekem ez, mert Szerintem ez félszívűség. Mózes második könyve 34, 12, 13, 14 azt írja, hogy az örökkévaló kizárólagos odadást kért, nálatok megengedette, hogy ide is járjon valaki, meg oda is. Mit mondanak erről a bölcsek? A másik gyülekezet, más vallású gyülekezetre értendő. Most uh, uh, ugye a kérdés tehát az arra vonatkozik, hogy ha valaki ortodox zsidó, akkor látogathat-e más vallásnak a, a, a nem összejöveteleit, egy istentiszteleteit, egyebek. Rövid válasz arra, a rövid válasz arra, hogy nem. Ez nem valami, most gusztus dolga, hanem egyszerűen arra van szó, hogy mi abban hiszünk, nagyon mélyen, hogy mindenki ragaszkodjék és igyekezzék a saját hagyományait, a saját vallását megtartani, annak megfelelő rendje és módja szerint, természetesen feltéve, ha és amennyiben egy Isten hívő monoteista vallásokról van szó, a monoteista vallásokról van szó, akkor mindenki ugye a, a, a a monoteista vallásokról van szó, akkor az a legjobb, hogyha mindenki rakaszkodik a saját hitéhez. Más, más vallások templomaiba, vagy pláne Isten tiszteleteire ellátogatni, az nem kifejezetten szerencsés, legalábbis zsidók számára, és még egyszer, ez nem valami kirekesztő, vagy, vagy nem is tudom, exkluzív dolog. Ugye erről korábban is beszéltem, és egy talán érdemes megemlíteni, hogy miről van szó, amikor azt mondom, hogy a zsidóság nem egy térítő vallás. Miért, miért van az, hogy a zsidóság nem egy térítő vallás? Most a, a főként estét kívánok közben mindenkinek, akinek aki csatlakozott. Miért is van az, hogy a zsidóság nem egy térítő vallás a, a másik két nagy monoteista valláshoz képest legalábbis? És most engedjétek meg, hogy általánosítás általánosítsak, és mint minden általánosítás, természetesen csal, csal és téves, mint, 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 mint minden általánosítás, leegyszerűsíti a dolgokat, helytelenül egyébként, de az egyszerűség kedvéért most, most, engedjétek meg, hogy mégis általánosítsak. Most ugye három nagy monoteista vallás létezik, időrendi sorrendben, már mint keletkezésük sorrendjében a zsidóság, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám. Ugye ez a három nagy monoteista vallás létezik, monoteizmus alatt azt értjük, hogy alapvetően egy Istenben hisz ez a mind a három vallás. Most, a, még egyszer nagyon általánosítok, és ne értsetek félre, legyetek olyan kedvesek, tudom, hogy a kereszténység is számos, számos, kereszténységnek számos fajtája van, vagy számos irányzata van, és az iszlámnak is számos irányzata van, hogy a két nagy irányzat mellett az iszlámnak is számos alirányzata van. Az egyszerűség kedvére most engedjétek meg mégis, hogy, hogy, hogy azt mondjam, hogy a keresztény egy térítő és az iszlám is egy térítő a judaizmus pedig nem egy térítő vallás, ennek az oka az, 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 az a következő. A iszlámmal és, az, és a kereszténységgel ellentétben a judaizmus nem, nem hiszi azt, vagy nem, nem, tanít, nem azt tanítja, hogy csak az üdvözülhet, vagy csak az szolgálhatja Istent, aki zsidó. Ez nem így van, nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy az ember szolgálja Istent ha megtartja az ember a noachiták hét törvényét, ugye erről korábban beszéltük, mik a Noé fiai leszármazottjainak, azaz minden emberre vonatkozó hét törvény, egyébként a blogban, a legvárisgenfontblog.hu-n keresétek meg a Noé noachiták hét törvényére vonatkozó bejegyzést, ezek a törvényeket, ha az ember megtartja, és alapvetően morális, istenfélő életet él, és a moralitás alatt azt értem, amit az általános logika diktál, azaz, az ember nem csal, nem lop, nem hazudik, nem gyilkol, stb bármilyen valláshoz is tartozzék, az ugyanúgy részesül a jövendő világban, más szóval ugyanúgy üdvözül, és ugyanúgy szolgálja Istent, mint hogyha zsidó volna, és megtartaná a zsidóság összes parancsolata. ennek, ennek az oka az az, hogy Isten nem várja el, hogy mindenki zsidó legyen, a zsidóknak van egy különleges feladatuk, és minden más vallásnak is, vagy más néphez tartozó ö, csoportnak is különleges más-más fel, különleges feladata van. Mindenkinek különleges feladata van, egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, egészen egyszerűen csak más. Nekem nem az a feladatom, mint neked, neked nem az a feladatod, mint nekem, és ez nem arról van szó, hogy az enyém jobb, mint a tied, vagy a tied jobb, mint az enyém, egyszerűen egészen csak egyszerűen arról van szó, hogy a kedves Gágyuri, hogy más. Most ennek megfelelően ennek megfelelően a zsidóság nem is mondja azt, hogy, 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 hogy valaki vegye fel a zsidó vallást, mert még egyszer, nincs erre semmi szükség. Minek nehezíteni az ember az életét a, a, a sok a temérdek parancsolattal? Ugye a torában van a 613 parancsolat, erre jönnek még a különböző rabinikus parancsolatok, tehát minek nehezíteni az ember a saját életét, hogyha. Ha egyszerűsítheti is, és ugyanazzal az egyszerűséggel, szóval ugyan, vagy ezen az egyszerű módon szolgálhatja Istent. Ennek megfelelően a zsidó vallás nem egy térítő vallás, ha valaki egyébként fel akarja venni a zsidó vallást, az lehetséges, fel lehet venni a zsidó vallást, bár általában leszoktuk beszélni róla az embereket, fölösleges az előbb említett okokból. De fel lehet venni a zsidó vallást, először is, elsősorban természetesen meg kell ismerni ezeket a törvényeket, hiszen nem tud az ember vallásos zsidó életet élni, vagy 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 hagyomány, hagyományőrző zsidó életet élni, hogyha nem ismeri a törvényeket. Ennek megfelelően meg kell tanulni a törvényeket, a, hogyan kell szombatot tartani, hogyan kell a kóserság törvényeit, a családi tisztaság törvényeit, és így tovább, és így tovább. Enélkül nincsen alapvetően e, judaizmus, nincsen alapvetően a zsidó vallásgyakorlás hogyha ezeket az embereket meg, ember megtanulja, és, kellő, és egyébként kellően elhivatott, akkor természetesen be lehet térni a zsidó vallásba, a férfiaknak körül kell még metélkezni, és egyébként alá kell merülni egy rituális fürdőben, de ezek már csak, ha úgy tetszik, praktikus, ha úgy tetszik, ilyen mellék, mellék dolgok. A fő dolog az a tudás és az elhivatottság. Ugye arra nincsen szükség, hogy valaki felvegye a zsidó vallást, és azután ne tartsa a micvákat, ne tartsa a tóra parancsolatait. Hiszen bűnös zsidókból van elég, nincsen szükségünk több bűnös zsidóra, sajnos van elég, aki nem tartja a parancsolatokat, ennek megfelelően, ennek megfelelően ezek, ezek a zsidóság felvétele szempontjából alapkövetelmények. De még egyszer, visszatérve az eredeti, a nőknél is ugyanígy van a kedves Eszter, nőknél is parancsolatokat meg kell ismerni, és természetesen azokat vállalni kell, hogy ezeket az emberek tartja, ezért a zsidó betérési folyamat, az ortodox betérési folyamat, ez évek, egy-két év, akár két-három év is lehet, hiszen az embernek meg kell ismernie a törvényeket, ha nem tudod, mi a törvény, amit be kell tartani, akkor nem tudod a törvényt betartani, ilyen egyszerű a dolog. Ráadásul azt is szeretjük látni, hogy az ember mennyire elhivatott, mennyire nem adja föl, és mennyire van el, ö, ö, az elhatározása, mennyire sziklaszilárd, hogy azután tartani is fogja azokat a törvényeket. Nos, tehát a zsidóság ebben a tekintetben, ahogy említettem, éppen ezért nem, amiatt, hogy az üdvösség nem egy kifejezetten exkluzíve zsidó dolog, vagy egy zsidó tulajdon, az Isten szolgálat az exkluzíve nem egy zsidó tulajdon, ezért nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy az ember üdvözöljön vagy szolgálja Istent. Ellentétben a másik két nagy monoteista vallással, amely mind a kettő még egyszer leegyszerűsítve és általánosítva, de azt tanítja, hogy csak és kizárólag azokon a vallásokon keresztül, vagy azon a hitrendszeren keresztül lehet üdvözölni a zsidóság. Nem ezt tanítja, nem, kell a, zsid, nem, nem a zsidóságon keresztül lehet egyedül uh, üdvözölni. Jó estét kívánok a kedves feleségemnek két szobával arrébról. Ezért, ezért ezért ezért, ezért, hát, ahogy említettem, a zsidóság nem egy, alapvetően nem egy térítő vallás. ezért ez, ez nagyon fontos ez egy nagyon fontos alapelv, azt tudni, hogy a zsidóság nem egy térítő vallás, nem, nem arra van szükség, hogy mindenki egyfajta módon szolgálja a teremtőt, minden népnek megvan a más-más teremtő szolgálatának más-más módja. Igen, oké. Okay. A másik kérdést, ami érkezett, az pedig az, azt mondja, az, a teremtő megparancsolja, hogy tiszteljem anyám, csapámat, amit nagyon, amit nagyon helyesnek tartok, de mi van abban az esetben, ha az egyik félén egyszerűen teljesen más nézeteket vallunk, és ez olykor vitákhoz is vezetett, ebből kifolyólag kerülöm a társágát. Oké, okay, erről, ahogy említettem, a kedves levélírónak írtam neki privát üzenetben, hogy erről beszéltünk egy pár a beszélgetéssel előtt, egy, pár tanulással ezelőtt. Én tettem, hogy valóban a Tóra ugye megparancsolja a szülői tiszteletet, ugye a, a tíz parancsolatnak az ötödik parancsolata, a tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú életű a Földön. A, a, Zárója bejegyzem meg, ez az egyik parancsolatnak, aminek ami, ami, a, 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 keresik emberek a hosszú élet titkát, ugye az élet vizét, meg az élet fáját, meg mindenféle más pogány dolgokat. Ha akarod tudni hosszú élet titkát, tiszteld a születet, oda beleírva a Bibliában, tiszteld apád és hogy hosszú élettől legyél a Földön. Egyik azon micváknak, parancsolatoknak, ahol egyértelműen megvan adva a parancsolat, betartása és a, és, a, és a, a parancsolat betartása és az, az, a, a, és az, azért adott jutalom közti összefüggés. Nos, tehát, de persze nem minden esetben, vagy nem vannak olyan esetek, vannak olyan léteztetek létezhetnek olyan szituációk, amikor, a szülő tisztelete, amikor a szülő tisztelete nem megvalósítható. Például az egyik ilyen szituáció az az, hogyha az ember elkötelezett a, 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 a tóra és a, a Tóra által parancsolt micvák parancsolatok betartására, és a szülő ezzel szemben, ezzel szemben tesz javaslatot, vagy ezzel szemben utasít, akkor nekem ne, akkor én nem, nem, vagyok köteles megtartani, vagy be, be, betartani a szülőim által kérteket. Ha, szü, ha, az apukám azt mondja, hogy mit tudom én, ne, ül, ne, állva egyek, hanem egy, üljek le, amikor eszem, akkor, akkor ezt köteles vagyok betartani, az édesapám irányába, ez része a szülői tiszteletnek. Ugyanakkor, ha az apukám azt mondja, hogy gyújtsam fel, a, kapcsoljam fel a villanyt szombaton, amit nem szabad, akkor nem vagyok köteles megtartani ezt, hiába az apám parancsolja. Ugye a zsidó vallás, a halaká, a zsidó vallásjog jog egyébként, mint minden jogrendszer. A zsidó vallás jogrendszer is tulajdonképpen nem más, mint erről is sokszor beszéltünk korábban, mint értékek ütköztetése. Ugye vannak értékek jelen esetben. Az egyik érték a szülő tisztelete. A másik érték a szombat megtartása. Most, ha ez a kettő konfliktusba kerül, például, ahogy említettem, a szülőm azt mondja, hogy szegjen meg a szombatot, ha ez a kettő konfliktusba kerül, egyszerre nem betartható, akkor az a kérdés, hogy melyik kerekedik fölül, melyik az erősebb. Ugye ez még egyszer, ezek, ez a zsidó jogrend, a, Üdvözlöm a Tamás Gyuri barátomat, a halálhá, a zsidó jogrend, az tehát ugyanúgy, mint minden más jogrend ütköztetése különböző értékeknek. És az a kérdés, hogy amikor két érték konfliktusba kerül, <coughs> akkor melyik érték kerekedik felül a másikon. Jelen esetben, ha a szülő megparancsolja, hogy szombatot szegél, akkor van egy érték a szülőtisztelet, van egy másik érték a szombat megtartás, és a kettő közül itt van édesapám pont szülői tiszteletről beszélek, úgyhogy legjobbkor jött, jó estét kívánok, akkor, uh, akkor ha, 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 tehát a szülőtisztelete, mint egyik érték, a szombat szegés, mint másik, vagy a szombat megtartása, mint másik érték konfliktusba kerül, akkor a szombat megtartása. Uh, Felülkerekedik. Ezzel szemben, ha a szülő, ha az embernek a szülője apja vagy anyja utasít valamire vagy kér valamit, akkor az embernek az kötelessége megtartani az része a szülői tisztelet parancsolatának. A szülő, ha és a, vannak egészen gyakorlati praktikus megvalósításai a szülői tiszteletnek, például az ember köteles etetni a szüleit, itatni a szüleit, hogyha kér az apád vagy anyád egy pohár vizet, akkor köteles vagy neki adni egy pohár vizet, és hogyha látod, hogy nehéz dolgot cipel, akkor köteles vagy neki segíteni, hogy átvegyed. Ezek mind-mind részei a szülői tisztelet parancsának. Természetesen még egyszer, hogyha az embernek a szülői mencs. embernek a szülei mencs nem méltók erre a fajta tiszteletre, mert erőszakosak, vagy mert abuzálnak, vagy mert bármilyen hasonló borzasztó dolgokat lehet hallani, hogy miket csinálnak egyes szülők gyerekekkel, vagy gyerekeikkel, akár idősebb gyerekeikkel is, nem csak kicsikkel, akkor természetesen itt a józan néz kell diktáljon, és természetesen az a szülő nem érdemes, nem érdemes a tiszteletre, Számos ilyen borzasztó történetet lehet hallani, ugye, ahogy szülők visszaélnek a szülői én magam is szülő vagyok, úgyhogy ezért nem gyerek is vagyok egyrészt, a teremtőnek hála a szüleim még a világon vannak, és nem szeretjük egymást, de, de mellett én magam is szülő vagyok, ugye öt gyerekem van, úgyhogy én magam is szülőként viselkedek egyrészt, miközben gyerekként is viselkedek, tehát jól kell tudni balanszírozni ezt a két dolgot egymás között. Azt hiszem, hogy ez... ez azt hiszem, hogy ez talán érthető, még egyszer az embernek. Kicsit azt mondja, a, a, a Talmudban van egy ilyen, a rabik mond, vannak, rabiknak van egy ilyen nagy nagy jó pofa mondásuk, azt mondja, azt mondja a Talmud, haham einav berosho. az okos embernek a szeme a fején van. Hogy a szemével lát az ember magyarul. Tehát, az ember, ember, nem, tehát miközben, miközben, próbáljuk ezeket ki silabizálni, ezeket a törvényeket, akkor a józanész, a józanész nem szabad teljesen negligálni. Nem szabad szóval teljesen háttérbe szorítani, A józanész, az ember érzi, tudja, hogy melyik az a szülő, amelyik méltó a tiszteletre, vagy mi az a szülői viselkedés, amely méltó a tiszteletre, és melyik az a szülői viselkedés, amely nem méltó a tiszteletre, és amely szülői és amely szülői viselkedés, és amely szülői viselkedés nem, hogy nem méltó a tiszteletre, hanem igazából ugye, ellenállást kell, hogy az emberből kiváltson. Azt írja a kedves Gros Gre a zsidóknak tényleg vannak ilyen jellemzői, ezt nem tudom pontosan mire gondolsz, milyen jellemzői vannak a zsidóknak, de vannak a zsidóknak jellemzői, minden embernek vannak jellemzői, miért, miért pont a zsidóknak ne legyenek. Oké, okay. azt mondja, hogy tegnap, vagy tegnap, csütörtökön, amikor legutára találkoztunk, hogy a hatodik fejezet első misnájában vagyunk még, és arról beszéltünk, hogy ha valaki a tórai, a tórai szemüvegen keresztül, a tóra látásmódján, az isteni látásmódon keresztül tekinti a világot, akkor a világ egy teljes világ számára, szereti Istent, és szereti a teremtményeket, megörvendezteti Isten, megörvendezteti a teremtményeket, umá bustó, a és és az öltözéke, a szerénység és az Isten félelem. És ugye legutoljább a csütörtökön beszéltünk az Istenfélelemről. félelemről. arról beszéltünk, hogy az Isten félelem az egyrésztről az Isten szeretetnek, tehát egy ugyanannak az érmének a másik oldala, van az Isten szeretet másik oldalról az Isten félelem, és arról is beszéltünk, hogy a Hasid filozófia szerint, a, a filozófiája szerint, a, a, zsidóság misztikus oldalának filozófiája szerint, a, a, az Isten félelem az tulajdonképpen az Isten szeretetnek egy, 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 egy magasabb rendű, vagy egy, ha úgy tetszik, egy továbbfejlesztett változata. Umech sártól liot cadik, haszidja sár az, az ilyen ember, mármint aki a Tóra keresztül, Tóra, tóra ö, 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 szemüvegén keresztül teszi, ö, ö, tekinti a világot, ó, meg sártoli az alkalmasar, hogy cádik legyen, mi, a, meg, 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 megmagyarázom, meg, meg mit jelent a cádik szó, haszid, hogy haszid legyen, jasár, hogy egyenes legyen, venemán, és hiteles legyen, ó, min a het és eltávol, és, 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 és és, mindez a viselkedés, nézzük mi az, hogy cádik. cádik, az azt jelenti, hogy igaz ember, abból a héber szó azt a, cádik, hogy igaz, a cedek nevű héber szóból származik, cedek azt jelenti héberül igaz, De egyébként ugye ezt korábban említettem már, nagyon érdekes, mert az egyik kifejezés arra, amit héberül használunk, az adomány szóra, az cdaká, az pedig abból a szóból származik, hogy igazság. Az ember azzal, hogy adományozik, azzal igazságot tesz a világban. azaz nekem, akinek több jutott, mint neked, akkor én adományozok neked, azaz egyenlőséget teszek, igazságot teszek a világban, hiszen azt az igazságtalanságot próbálom korrigálni, amely miatt nekem több van, mint neked, ezt próbálom korrigálni azzal, hogy adományt adok. Azt jelenti a cádik, hogy igaz. Tehát aki ilyen, világot, aki ilyen szemüvegen, aki a Tóra szemüvegen keresztül tekint a világra, az eséllyel, válik igaz emberré, hasziddá, egy jámbor emberré. Mit jelent az, hogy jámbor? A jámbor ember, a jámbor ember az... A jámbor ember ö, ö, klasszikus értelmezése, vagy megfogalmazása, vagy, vagy definíciója, az azt jelenti, aki egy lépéssel a törvény előtt jár. A lépéssel a törvény előtt jár, az azt jelenti, hogy nem csak a törvény, vagy az egy dolog, hogy betartja a törvényt, azaz a parancsolatokat, a micvákat, de nem a, a, a parancsolatok betartásának és a, a micvák betartásának a lényege az nem feltétlenül a törvény megtartása, hanem az a tény, hogy az ember figyelembe veszi azt, hogy ki az, aki a parancsolatokat adta. Ki a parancsoló? Ugye? Az ember nagyon sokszor, amikor ö, törvények szerint él, akkor hajlamos el, Hajlamos elveszni a törvények sűrűjébe. A, a, a haláha a zsidó vallásjog rendkívül komplex. Az ember hajlamos elveszni ezeknek a törvényeknek az útvesztőjébe, és görcsösen csinálni dolgokat, görcsösen ragaszkodni dolgokhoz, azért, mert ö, fél attól, hogy nehogy valamit rosszul csináljon. Ugye van egy ilyen ismert ö, ö, pszichés betegség, amit úgy hívnak, angol úgy hívnak, hogy OCD, OCD, ugye. Ö, Uh, Obsessive-Compulsory Disorder. Uh, azt jelenti, hogy valaki, ha valaki túlságosan rá van fixálódva valamire, ha valaki, ha valaki nagyon nehezen ereszte el dolgokat, uh, uh, és a törvények uh, uh, nagyon uh, precíz betartása az embert ilyenfajta, ilyenfajta irányba is tolhatja. Uh, ehhez képest érdemes a, a a törvénynek a szellemiségét is nézni, és azt a tényt, hogy ki az, aki a törvényt adta. Ki az, aki az akit nem akarok... Ugye miért tartom be a parancsolatokat? Miért élek Isten, Isten elvárásaihoz méltó életet? Azért, mert mert nem akarom megbántani azt, aki a parancsolatot adta. Nem akarok rossz, nem akarok neki ö, fájdalmat okozni. Ugye? Mondok egy példát, mert azt mondja, amit mondtam eddig, az eléggé kriptikus. Mondok egy példát a feleséged, vagy a férje, a feleséged, vegyük ezt a példát, hát mégiscsak, én férfi ember vagyok, úgyhogy nehezemre esik, nezem esik más fejjel gondolkodni. Mondjuk, mondjuk a feleséged, feleségem nagyon szereti, hogyha én minden pénteken, sábe előtt, sábát előtt virágot veszek neki. Ezt nagyon szereti, hogyha minden nap virágot veszek neki. De hogyha én ha, én, ha én, ha én ugyan megveszem minden pénteken a világot, sabát előtt, ahogy a feleségem egyébként szereti, de egyébként ugyanazon a napon, ezen a pénteken, amikor a virágot megveszem, egyébként elviselhetetlen vagyok, és rossz fej vagyok, és kellemetlen vagyok, és zsörtölődök, és folyamatosan csak morgok, és akkor azt mondja a feleséget, a feleségem azt mondja nekem, hogy de hát de hát most, most akkor miért vagy rossz kedvés, akkor én meg azt mondom, hogy de hát én megvettem a virágot, nem? Hát te azt mindig a virágot szereted, megvettem a virágot. Nekem nem a virág kell, a virág az egy dolog. Az nagyon jó, hogy megvetted a virágot, az köszönöm szépen, de nem az a fontos nekem, nem csak az a fontos nekem. Mit sem ér a virág? Mit sem ér a virág, hogyha azt rossz kedvűen adod, mit sem ér a virág, hogyha azt rossz, rossz, rossz szájízzel adod. Ugye? Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy valaki nem csak azt figyeli, hogy mi a másiknak az óhaja, hanem azt is figyeli, hogy a másiknak mi a jó közben. És miközben megveszem azt a virágot, ami neki olyan fontos, ekközben mindezt ne rossz szívvel, ne kényszerű, kényszerű, kényszerűen vagy, 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 vagy görcsösen vásárolja meg azt a virágot, hanem jó szívvel, örömmel. A haszid az egy olyan ember, aki nem csak betartja a parancsolatokat, hanem mindezt jó szívvel, örömmel teszi, mindezt úgy teszi, hogy az, hogy figyelembe veszi nem csak a parancsolatokat, hanem a parancsolót is magát. Remélem, hogy értelmesen sikerült elmondanom, amit gondoltam. Jasár, egyenes. Az ilyen ember egyenes. Ugye ez nagyon fontos, mert az a, a, egy híres haszid mondás, van egy ilyen híres haszid mondás, ami úgy szól: Kola olam kuló, a breszlavi reber Nachman mondta, már 200 éve meghalt. Azt mondja, a Lámkul, Olgesser cármeod, az egész világ egy keskeny híd. Az egész világ olyan, mint egy keskeny híd. Ugye az, a, a tulajdonképpen ezt mindannyian tudjuk, ezt, ezt szerintem nem kell magyarázni. A, a világ az olyan, mint amikor az ember egy kötéltáncot megy, egy a, a kötélen táncol. Ugye? Nem vagyok egy kötéltáncos, nem is ismerem a cirkuszi szakmát túlságosan, de annyit tudok. Hogy két dolgot nem csinálhat a kötéltáncos. A kötéltáncos két dolgot nem csinálhat. Az egyik, amit nem csinálhat, az lefelé nézni. Neki nem szabad lefelé nézni. És neki mindig a célt kell a szem előtt tartani. Mindig a célt kell a szem előtt tartani. Hogyha ő folyamatosan azzal van elfoglalva, hogy a következő lépés micsoda, és folyamatosan lefelé néz, akkor biztos, akkor, akkor, akkor le fog esni. Nem szabad lefelé tekintenie, és mindig a cél felé kell tartania. A, 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 tekintetét. Mindig a célt kell észben tartania. Azt mondja Rabbi Nachman, ez a szép haszit tanítás, kuló geser cárme od, az egész világ egy keskeny híd. Olyan, mint egy keskeny híd, mint egy kötélpálya. Veha ikár, lo klál. És azt mondja az a, az a mondás második fele, veha ikár, lo klál, a lényeg pedig, hogy az ember ne féljen. Ne néz lefelé, mert a lefelé nézel, a mélység nagyon ijesztő. Az ember az életben nagyon könnyen térhetünk le a jó útról. És a jó út az egy nagyon keskeny ösvény. Nagyon keskeny ösvény. Ha egy picit, ha egy picit jobbra mész, vagy egy picit balra mész, akkor már, akkor már, 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 már könnyen, könnyen eltévejedsz az útról. Ráadásul ugye, úgy, a dolog az úgy áll. Mondjuk tegyük fel ez a, csak az egyszerűség kedvére, az a kezem az az út. Mész az úton, ugye? Mész az úton, ha egy picit eltévejátsz, csak egy egész picit, amikor az elején, akkor az még csak egy pici távolság lesz az eredeti úttól. De nem sokkal később, ugye nyílik az olló, nyílik az olló, és, és a távolság egyre nő. Míg nem aztán egy bizonyos ponton már a távolság olyan nagy lesz, a távolság olyan nagy lesz, hogy a szinte behozhatatlan. Az egész világ egy keskeny híd nagyon kell vigyázni, hogy az ember ne el, mert hogyha egy kicsit, kicsit, is eltévejedsz, az még nem baj, hogy egy picit az ember eltévejedik, ha azután azonnal visszatér a helyes útra, a helyes ösvényre. De hogyha egy picit eltévejedsz, és utána ott maradsz, akkor nyílni fog az olló. Az olló is ugye a két, az ollónak a két szára, ha kinyitod, itt, itt még elég közel van egymástól a két szár, de itt fölül már nagyon távol van egymástól a két szár. Elég egy picit, picit ö, ö, rossz irányba menni, ugye? mondjuk egy másik példát, amikor, a, amikor a, a, hajót kormányozzák, ugye, és szélességi fokot lőnek be, egy, egy fokkal megy csak arré, csak egy pici fokkal megy arré, az kilométerekkel később már óriási távolságot fog eredményezni a célpont és a, és a, és a hajó között. Azt kérdezi Zilahi István barátom, hogy mi a, az egyenes út, a Tóra által meghatározott az egyenes út, ez nem is kérdés. A bibliai törvényekről van szó, arról van szó, hogy az ember a, a, az isteni törvények szerint éle vagy sem az a helyes út, amitől az ember ne tévedjen le se jobbra, se balra. Még egyszer, ha egy kicsit eltévejedsz róla, akkor még vissza lehet hozni. De hogyha, nagy, de hogyha, ha, ha, hosszú ideig, hogyha, eltéve, hogyha letévejedsz róla, és aztán hosszú ideig ott maradsz, akkor később a távolság már nagyon nagy, már, már nagyon nagy lesz. Azt írja a Pataki Tomi barátom, hogy nincs probléma, csak megoldandó feladat. Ez így van. Ez így van, nem úgy kell hozzáállni, nem, nem úgy kell... Ugye van egy másik mondása a Talmudnak, azt mondják a, a, a Talmud mesteri, hogy a teremtő nem ad az embernek olyan próbatételt, amit ne tudna, ne, amit ne tudna ö, 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 megcselekedni, vagy amit ne tudna túlkerekedni. Ugye amikor, ha az ember... Ha az ember... Ha én, fölke, ha én holnap reggel felkelek, és azt mondom magamban, hogy na, akkor majd le fogom futni a maratont. úgyhogy két éve nem volt a lábomban futócipő, és nem se futásban nem vagyok kifejezetten egyzett mostanában, akkor nem kellettek fel egyik nap, és azt mondhatom, hogy akkor most le fogom futni a maraton. Az embernek reális célokat kell maga elé tennie. Reggel, reális célokat kell maga elé helyeznie. Olyan célokat, amelyeket el is tud érni nem, nem tehet olyan célokat maga elé, hogy fölösleges, butaság, ostoba ember az, aki olyan célokat tesz maga elé, ami, amelyeket nem tud elérni. Egyszer egy nagyon bölcs ismerősöm azt mondta, hogy az ember, az ember ne, az, az ember mindig, az ember tűzze ki, az a, leg, a legoptimálisabb cél, amit az ember kitűzhet maga elé, az az, hogy ma szeretnék jobb ember lenni, mint tegnap voltam. Ennyi nem kell ennél nagyobb célokat kitűzni, mert ez egy olyan cél, amit az ember meg is tud valósítani. Ma csak egy kicsivel akarok jobb ember lenni, mint, amivel, mint, ami, mint, amilyen tegnap voltam. És ne ahhoz hasonl, és ne, és az összehasonl, és magamat ne másokkal hasonlítsam össze, hanem tegnapi magammal. A legjobb összehasonlítás az, hogyha az ember a tegnapi jön magához ak és akkor, akkor, akkor ak ak ez lehet a kérdés arra, vagy a válasz arra a kérdésre, hogy sikeres volt-e a napon, vagy sem. Mielőtt a teste az ember lefekszik, akkor ö, játsza végig a fejében a napját, és mondja azt, vagyis vizsgálja át a cselekedeteit, és az elmúlt nap történéseit, és adjon választ arra a kérdésre, hogy vajon ma jobb ember voltam-e, mint tegnap. Ilyen egyszerű a dolog. És hogyha az a válasz, hogy ma jobb ember voltam, mint tegnap, akkor az egy sikeres nap volt. Az egy sikeres nap. Mi egy sikeres nap? Amikor jobb ember voltál, mint az azt megelőző napon. Az egy sikeres nap. Az egy jó nap az egy Istennek tetsző nap. Az egy olyan nap, amit a, 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 ami, 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 előre viszi a világ teremtésének az ügyét, és nem pedig hátráltatja a világ teremtésének az ügyét. Legyen az a cél mindenki előtt, hogy ma egy kicsit jobb ember vagyok, mint szeretnék lenni, mint tegnap. És holnap egy kicsit jobb ember, mint ma és még egyszer, hogy, ahogy, ahogy, szokták mondani, ne ahhoz, hasonlít, ne ahhoz hasonlítsam össze magamat, hogy, 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 másokkal, ne másokkal hasonlítsam össze magamat, a legjobb összehasonlítási alap az a tegnapi önmagam. És ha a tegnapi önmagamnál jobb voltam, akkor az már egy sikeres nap volt. Kedves barátaim, ma, ma ennyi az energiáimból, elég fáradt vagyok, kemény napom volt, holnap este 8-kor várlak benneteket, ugyanitt, ha van valakinek kérdése, természetesen várom azt is sok szeretettel, holnap este 8-kor, ugyanitt, sziasztok, szép estét, és köszönöm mindenkinek a figyelmet!